I pull my wand out and put it down. Sziasztok, én Hubertix vagyok, és elérkezett a Mesteremce egy defa szeméből sorozatom következő része. Most a PvP Hub Sky PvP 6.2-es szerverén vagyunk, és be fogom nektek mutatni az alapvető felszereléseket, többek között az OP almát, gyémántkardot, a felszerelést, és akár az XP potit is. Továbbá van még a szerveren erő és gyorsaság is. Az XP poti egyébként ott található, fent, hogyha feljumpolunk, addig egy elég nehéz jump vezet el, bár vannak könnyebb részei is, de ez ne tévesszen meg senkit. Most akkor először én fel is megyek oda, és megmutatom nektek, hogy ezt hogyan találjátok meg, mert van benne azért egy kis trükkösség, tehát nem egyszerűen csak ott van fenn, még addig azért vezet el pár dolog. Gyakran smaragdok, aranyag spavódnak, abból lehet sok pénzt szerezni. Most úgyis csak az a lényeg, hogy bemutassam számotokra ugye a cuccokat, és a pénzszerzés pedig ugye az egyértelmű, játékosokat kell ölni ahhoz, hogy pénzt tudjatok szerezni. A cuccokat pedig bemutatom, és tulajdonképpen közösen fejlődünk, annyi különbséggel, hogy most én egy kis dollár előnnyel kezdtem. Na akkor itt megyünk is tovább. Igen, itt egy kis létrát kell megmászni. Nagyon utálom ezt a részt, de egyébként meg lehet csinálni. Úgy, mint a többi jumpot is, kell egy kis gyakorlás, de egyébként egy idő után már reflexből, csuklóból menni fog. És akkor itt még végigugráltok, és itt is van az XP jelzés. Ugrunk egyet, ide kijövünk, és nézzük meg, azt mondja 3 dollárba kerül, hány darab? Azt mondja 18-48, akkor 30 darab XP poti, 3 dollár. Ami nagyon jó, el is spawnolunk, és elrakjuk az Ender Chestbe. Így is van. Ó, itt maradt még OP alma. Ó, apropó OP alma. Akkor meg is mutatom, hogy az hol található, és akkor már az be is tudjátok szerezni, és akkor lesz XP potitok is, meg OP almátok is. Egyébként kiteket is le lehet hívni, azokból is lehet fejlődni, szettet szerezni, ugye például a kis sárkányból, de aki nem szeretné ezeket a kiteket használni, mert mondjuk elég drágák, azok meg is vásárolhatják a gyémánt szettet, nem kerül egyébként olyan sokba, majd ezt látni is fogjátok. Itt ezen az úton kell haladni, a fákon kell egyébként jumpolni, magasugrást is lehet használni, de szerintem anélkül is megoldható. Ha egyszer leesek, akkor használni fogok magasugrást, hogy ne húzzam a vidi időtartamát. Ott van fenn. Ott szoktak gyémántszettesek elbújva lenni, éppen azért, hogy akik vásárolnak ópialmát, meg legyenek ölve, és akkor még több ópialmára tessenek szert ingyen. Nincs itt senki, egyébként oda lehet elbújni. 500 dollárba kerül egy darab ópialma, most 2-t vettem a bemutatás kedvéért. Most innen szépen elkezdek lejumpolni, tehát nem spawnolok el, mert a közelben található egy gyémánt szed darab, ugye ez nem más, mint a csizma. Most oda fogunk elmenni. Itt van mellettünk egy sziget, ez a homokos sziget, ezen található, be is eszem az OP almát, és itt zuhanok egy kicsit. Itt jöttök, egy ilyen kis vasúti sínán, ide jöttök, és 50 dollárba kerül egy csizma, olcsóbb, mint 2-5-ön. Viszont innen már távolabb van a többi szet, el is spawnolok, és berakom az Ender Chestbe a cuccokat. Tehát van most már csizmánk, megmutattam az OP almát, és van XP-nk is. A többi diaszet kell, meg gyémánt kard. Akkor most bemutatom az erőt. El is indulunk, ugye ebbe az irányba, hasonló irányba, mint az OP alma, de valahol mégiscsak irány változik. Tehát, hogyha OP almához mennénk, akkor ide jönnénk erre a bázisra, de itt lekanyarodunk, és megyünk erre tovább. És amikor itt találjuk magunkat, ugye itt tudtok egy kis kaját szerezni. Itt vannak regeneráció potik,
meg van te is, hogyha leszeretnéd magadról tenni a hatásokat, és itt található 120 dollárért az erő. Ez picit megtévesztő, mert nem dobálós, hanem ez egy 8 perces, ugye bár ital, ez egy ivós potion. És itt a közelben található egyébként még a gyémánt kard is, egy picit még kell hozzáugrálni. Ez itt a tűzállóság, hogyha minden igaz, 15 dollárért. Ópialma helyett is akár megteszi. Innen mit lehet vásárolni? 100 dollárért gyorsaság 2-t, ugye ezt is beszerettem volna mutatni. Akkor most ezt beisszuk és használjuk a jumpolásunk során. Mondjuk nagyon gyors lettem tőle. Ami nem mindig előny, de most fokozottan jól jön. Itt az oldalán ugye leesünk, és itt be lehet jönni mögé. És itt lesz a gyémánt kard található. Több helyen is találtok egyébként gyémánt kardot, például egy másik sivatagos szigeten is. Innen el kell spónolni. Elrakom a cuccomat, magamnál tartok egy gyémánt kardot. Ezeket is elrakom. A gyorsaság máshol is található egyébként. Most ezt mondhatom be továbbá a gyémán melvért és gyémán nadrág helyét. Ugye ott van diakard is egyébként, ezt a szigetet mondtam. A melvértig nagyon nehéz elugrálni, és tulajdonképpen én nem is tudok sokszor eljumpolni oda, csak tudom, hogy hol található. Ide bejövök, és megmutatom nektek akkor a cuccokat, tehát itt jöttök, lekanyarodtok, és itt lesz található a gyémánt kard. Vagyis itt is lesz gyémánt kard, de nem csak itt természetesen. Oké, és mivel nem tudtam nektek sajnos mutatni a melvértet, meg a nadrágot, ezért most más fogok megmutatni először, de majd arra is sort fogok keríteni. Elindultok erre a szigetre, ugye mégiscsak ennél a piramis mellett. A kettes bázison kell keresztül menni. Vissza is szereztük az elveszett pénzünket. Utána egy ilyen kis sziget, és jöttök egy várat fogtok találni. Amikor ez megvan, akkor egyszerűen csak be kell jönni, és itt lesz a sisak. Itt benn tudjátok megvásárolni 250 dollárért. Hát ez azért már kerül valamennyibe. El is spónolhatnánk, de akár vissza is ugrálhatunk egyébként, addig is ismeritek a helyet. Végül is meg kell ismerni, itt a Creeper lábában található egy Ender Chest. Ebben nyugodtan pakoljátok be a cuccaitokat, nehogy véletlen megölnek addig is. Ki is jövünk innen, és innen el tudunk jutni ahhoz a helyhez, ahová mindig is szerettünk volna. Csak ugye egy játékos keresztezte az utunkat. Ez az! Jó, leestek, leestek, okés, akkor gyorsan bemutatom nektek. Tehát itt jöttök, és itt van egy ilyen kis jump. Ezeken, ha átmentek, és ott lekanyarodtok balra, ott található a gyémánnadrág. Itt pedig, ha végig jumpoltok, akkor ott lesz található a gyémán melvért. Tehát itt csak egyszerűen menni kell, ott balra lekanyarodtok, és ott lesz a nadrág. Na még ez egy ilyen nehéz jump, tehát ezt nagyon nehéz kivinni, én nem is tudom, hogy lehetséges, de nagyon nehéz, ott van a melvért egyébként. Sajnos nem tudtam megvásárolni, mert azt nagyon nehéz lenne elérni, viszont így be tudtam mutatni, csak azt kell kivinni, és akkor meg is fogjátok szerezni ezeket a dolgokat. Tehát megmutattam a teljes gyémánt szettet, sisakot, melvértet, nadrágot, csizmát. Megmutattam a gyémánt kardot, az OP almát, az erőt, gyorsaságot, XP potit, a lazurit pedig a Havasz szigeten található, ott az XP-nél, tehát most már egy fullos karaktert tudtok majd használni, hogyha ezeket a lépéseket végigviszitek. De természetesen ez nagyon nehéz lesz, bár ha nincsen fenn senki a szerveren, akkor viszonylag rövid idő alatt be tudjátok szerezni ezeket a dolgokat. Tehát ott található egy táblán. 50 dollárért egy darab lazurit. Ezt ha megvásároljátok, továbbá van XP potitok, akkor már tudtok enchantolni. Például gyémánt kardot, most egyet kiveszek, random megenchantolok. Mondjuk ez élesség 1-es kard, már van egy enchantolt kardotok. És így tovább tudtok mindent enchantolni. Van erőpotitok, van gyorsaságotok. Van teljes gyémánt szettetek, kardotok, ópialmátok,
fullos karaktert tudtok üzemeltetni, és ezt mindegy 10-15 perces videóban be tudtam számotokra mutatni nehézségek árán is. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, ha tetszett, azt jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha már várjátok a következő Mesemszék Defa szeméből részt, és akkor jelentkezem a következő videóban. Egyébként szeretném megköszönni Barni nevű játékosnak, hogy segített megmutatni, hogy hol találhatóak a cuccok, hiszen neki köszönhetően készülhetett el ez a videó. Én Huberix voltam, tartsatok velem legközelebb is, addig is, sziasztok!